Álljon meg, uram! Álljon meg! Na, merre lesz a séta vezérem? Rákos palotára, az öreg bluesba mennénk. Oda. Na, leparkolok itt a jakta, szálljon be, aztán megindulunk. De mi az a blues? Mi az Istenről beszél maga? Mi az? Hát tudja nálam, itt a rádió egy szól. Jó kis DJ zenék, kis upci-upci muzsika, erre tudok jó vezetni. Na, az fasza. Ételben is ilyen jó ízlése van. Hát miket eszik maga? Ez egy dolog, hogy miket hallgat. Viccel, dehogy is. Jó kis fornetit szeretem. Meg a konzerves pacalt. Az vasárnaponként jó, rámelegítek. A legnagyobb királyok eledele. Na egyszer jöjjön le az öreg bluesba. Csütörtökön a Tüpik Laciék muzsikának. Ott még hallhat rendes zenét. Nem ezt a upci-upcit. Hát mi ez? Hát a Haribo leöntve porcukorra, bassza meg. Na, majd egyszer lenézek a fiammal. Tudta, hogy a fiam ugye zenész? Zenél ám a fiam. Ez borítékolható volt, minden taxisnak vagy az apja, vagy a gyereke, vagy a testvére játszik valamilyen hangszeren. Hozzáteszem, hogy általában szarul, és mindig van náluk egy írott CD, amiben nekem bele kell hallgattok. Kétszer utazok magukkal egy évbe, de nem úszom meg. Remélem magánál is van egy. Na, hallgassa meg! Ilyen trap muzsika, azt mondja, ügyes gyerek, jó forgatja a nyelvét az a gyerek. Jaj, nagyon jó, isteni, nálunk hétfőn lépnek föl ilyen új keletű lurkók ezzel a trap lófasszal. Kell a bevétel a főnöknek, a lacosznak. Kénytelenek voltunk nyitni, ha lejönnek rájuk nyolcan, ugrálgatnak ott az osztálytársaik. Tudja, mennyi dolgom van? Le kell dugnom egy pendrive-ot, meg egy autótune pedált kiraknak a gyerekek, azt csavargatják. Hagyja már! Ügyes, ügyes, nem? Ad anyádat, jössz elém, nézze meg! Nézze ennyi démont! Ügyes, ügyes fiú! Jól szól a megbukja, szépen muzsikál rajta, nagyon jó. Nem esett messze az alma a fájától. Mi az a blues? Mi az Istenről beszél maga? Mi az? Magyar népzenét ismeri? Népdalokat? Mindegy, tudja mi a blues? Az Egyesült Államok beli mély déli afroamerikai közösségeknek a népzenéje. A pentaton skálára alapul. Tudja, a magyar népzene is arra alapul, meg ezek kint is azt muzsikálták, csak ott volt benne a blues hang. Mindegy, tudja, nem fárasztom magát. Ha szarú voltak a magyarok, meg a kintiek, meg ha jól, egy pentaton skálával ezt el tudták mondani. Nagyon egyszerű dolog. Nem zavarja, hogyha rágyújtok, mert nehezen viselem el ezt a sok parasztot. Na maga is ezt a wifis marborót szívja? Hát ne arra, ugye engem nem zavar, de olyan szaga van, mikor befingok vasárnap délután, az asszony meg narancsos fadezodorra próbálja szétfújni. Gratulálok, hát szívja már rendes cigarettát. Na, jut eszembe, nekem van otthon egy ilyen jó 1,80 méter Vermon hangfalam. Na mit szól ahhoz, mi? Na mit szól? Az egy nagyon jó erősítő. Ha van garázs ajtója, nem akarja, hogy becsukódjon, mikor nagy a szél, azt nyugodtan vigye ki, azt támaszza ki vele. Arra nagyon jó. 50 évig kiszolgálja. Nagyon jó. Szuper. Na, maga ismerte a torkos fricit? Maga dolgozott a Tabánba? Jaj, hát azt én is ismertem, a Nyeszlet Feri. Maga annak ródolt. Jaj, hát nem tudott semmit, nagyon tehet, fakezű gitárosod. Úgy szólt a kezébe a gitár, mint a szomszédunknak most az a drótvágó ollója, amit néha segít, azt odaadja, amikor el kell csipnem vele egy-két szarabb vezetéket. Ha nem tegeződünk már, ennyi ideje ülünk a dugóba, vertem volna másfelé, csak akkor tudja. Na, tegeződjünk. Na, basszarosabb, szervusz. De ha a fiad is ezt a treppet csinálja, az is ilyen izékbe jár, ilyen Supreme, meg Lagerfeld, meg ilyen izé, ilyeneket hord telepi gyerek létére. Hát most az a divat, hogy van egy ilyen övtáska, egy ekkora. Mi örültünk, amikor ilyen kifingott Tom és Jerry szabadidőruhákat megörököltünk a bátyánktól. Hát most itt vannak ez a divat, ez a oldaltáska mindegyik kisgyereken. Érted? Nagy rapperek, így a telep, úgy a telep.
az 80 ezer csak az a szar. Hát olyan kicsit számlatömb nem fér bele. Ez melyik a legszebb hangszer? A számlatömb, ezt ne felejtsd, de mondjuk tudom, ti nem adóztok, baszod. Persze, azt mondja nekem az egyik nap a fiam, azt mondja, apa, hát 100k alatt nem lehet kapni egy rendes cipőt. Mondom, mi alatt? Mit beszélsz te? Hát mondom, nem értek én már ezeken a nyelveken. Mi vagyunk a legális maffia. Hát nézze meg, ez az ing. Hát Calvin Kleiner most rendelte a Temuról az asszonyom. Eredeti, mint a zenéink, amit hallgatunk a rádió egyen. Titeket nem mer baszogatni a kormány, szegény előadó művészeket. Azokat szépen beágyazta. Ide figyelj, eddig volt a kata. Most meg négyszeresét fizetik szegény kisgyerekek nálunk. Ezért nincsen koncert nálunk, mert olyan magas az adóteher, hogy nem bírják kifizetni szegény gyerekek. De amúgy meg tehetségesek lennének. Ti meg éltek, mint Marci Hevesed. Nagyon nagy baj ez, nagyon nagy baj ez. Azért az 50 ezer helyett néha a 200. Persze, mert mondják, hogy hát a lányadó. Hát azért adózol ennyit, mert jó volt a hónapi keresetet. Hát azért ez nem így van. Négyszeres a dózás. Adjuk már. Téged nem verlek át, uram. Dehogy verlek. Hát megyünk egyenesen, mint a forint fölfelé. Hát nem veszed észre. Körút, azt mégis egyenesen megyünk.